Az a tény, hogy el kell hagyni az ezer éves határt, az erdőket, fenyőket, dombokat, hegyeket, valami mélységes szomorúsággal töltött el. Végigvonult előttem egész Erdély. A gyímes völgyének szépsége, hangulata, napfelkeltéi, naplementéi, zúgó fenyvesei, felszökkenő szabad vadjai. Eszembe jutnak a gyönyörű tájakon végzett barangolásaim. Szerettem volna mindezt a gyantaszagú erdőkkel, völgyekkel, gyímesi vadvirágokkal együtt úgy, ahogy van, magammal vinni. Emlékezetemben ma is elevenen élnek a gyímesi szoros Tatros felé igyekvő patakjai. Búcsúzom tőlük, és most élem át csak igazán a veszteséget. Így vett búcsút a csíkországi gyímesektől 1944 őszén Vitéz Sebőödön főhadnagy, mielőtt az ezer éves határt védő katonáival kitörni kényszerült a szovjet ostrom gyűrűből. A keleti Kárpátok őrei, a székelyek több mint ezer éven át védték hazánkat a Moldva felől betörő ellenségekkel szemben. Így volt ez a II. Világháborúban is, amikor a szovjet hadsereg a román árulókkal karöltve a gyimesi szorosban ránk törtek. A 32-es határvadászok a végsőkig feltartóztatták a túlerőt. Aztán sikeresen kitörtek a véres katlamból. Éppen 70 év telt el azóta, de a halálra ítélt zászlóalj emléke ma is él. Hála az emléktúrának, amely Sebőödön harctéri naplója alapján a kitörés útvonalán, a gyimesi hidegségből, a csíki havasok északi tömbjén, a Naskalaton kell át a Felcsíki medencébe. Történelmi utazásunk az Ugratetőről, Sebőödön keresztjétől indul. Másnap a hidegség völgyéből indulunk a kitörők nyomában. A Kovás pataka mentén emelkedünk fel a Naskalatra, egészen a Kondra keresztig. A rész teteje érintésével ereszkedünk le a Felcsíki medencébe, Csíkszentdomokosra, végül átsétálunk a szomszédos Csíkszent Tamásra. Csodálni a természetet annyi, mint Istent imádni, azt a teremtőt, aki mindezt létrehozta. Már korábban kinéztem magamnak az Ugratetőt, az Ugrapataka és a Borospataka között húzódó gerincet. Ezt a kirándulást egy személyesre terveztem. Egymagamban akartam csodálni a gyönyörű tájat, és egyedül szerettem volna lenni az isteni Kárpátokkal. A térkép szerint egy keresztnek kellett volna következni a gerincen, de bárhogy tekergettem is a nyakam, nem találtam meg. Tehát eltávolíthatták azóta, mégpedig nem jó indulatból. Megfogadtam, hogy mihelyt módom lesz rá, vissza fogom állítani a helyére. Húsvétkor eljött a tavasz, ideje volt beváltani ígéretünket. Ezért egy nap erre az apahavasi lejtőre rendeztünk menetgyakorlatot fejszével és fűrésszel. A székely legényeket nem kellett tanítani erre a munkára. Mire felocsúttam, már állt a kereszt és rajta a felírás, Sebő hadnagy keresztje. Így történt, hogy 1943 húsvétján újra állt a kereszt az Ugratetőn. Aztán jött a magyar Golgota, és a hazával együtt megint elveszett. De a feszület nem a halál, hanem a feltámadás jelképe. Tudják ezt a maglódi Sebőödön túratársaság tagjai is, akik 2012-ben újraállították a keresztet. Végre visszatértünk a patakok országába, a gyimesekbe. Korábban már megismertük az archaikus népi kultúrát őrző csángók vidékét. Most ideje felelevenítenünk a honvédő II. Világháború helybéli történéseit. Amikor a Vörös Hadsereg 1944-ben elérte hazánk ezer éves határát, a románok átállása után a keleti Kárpátok több átjárójában is sikerült áttörniük. Ám a gyimes még tartotta magát. Katonáink a becsület és a hűség erényével felvértezve
a végsőkig kitartva védték a szorost és környékét. Aztán, ahogy a túlerő halálos ölelése egyre szorítóbb lett, eljött a kitörés ideje. A hidegség völgye hosszan nyúlik fel a Tatros völgyétől északra a Naskalat gerince alá. 7 évtized elmúltával így gyülekeznek ma is azok, akik az eredeti útvonal végigjárásával kívánják megőrizni a 32-es határvadászok emlékét. Amint tudjátok, ez a Sebőrdön által írt... A gyémesi kitörés emléktúrát már 5. éve szervezi több civil szervezettel karöltve a Kelet-Magyarországi Speciális Mentő Egyesület. A szervezőket arra, hogy ez az emlékút megvalósuljon. A gyímesi emléktúrák szervezéséből kiveszi a részét a Jágfalvi Péter alapította Maglódi Sebőödön Túratársaság is. Voltunk tegnap az Ugrakereszten, ugye ezt a keresztet ti állítottátok újra. Igen. Maglódon néhány barátommal elhatároztuk, hogy fölkeressük ezeket a helyszíneket, amit a Sebőödön könyvéből olvastunk. Ez nem csak egyszerű háborús dokumentumkönyv, hanem szerelmes könyv Erdélyről. Ő ide kérte magát erre a vidékre, és olyan áhítattal, olyan lelkesedéssel ír az itteni tájról, emberekről, a székely katonáiról. Kirándulgatott ő saját gyönyörűségére, hóba, fagyba, nyárba, lovon, gyalog, sível, és ezeket az útvonalakat járjuk mi most a 8. alkalom. El kell jönni nem csak magunk miatt, nem csak az emlék meg a magyarkodás miatt, hogy hát ez a bizony a miénk volt, hanem azok miatt, akik itt vannak, és fontos számukra, hogy nem felejtettük el őket. Közel 100-an indulunk a Naskalat tömbjén keresztül vezető 25 kilométeres sárga kereszttel jelzett turista úton. Az égiek is tesznek arról, hogy túránk hiteles legyen. Épp olyan zord és esős időt fújnak ide a nyugati szelek, mint tették azokban a 70 évvel ezelőtti vészterhes napokban. A természet és a történelem viharai elmosták már a honvédek által taposott ösvényt, de itt maradt az utókornak Sebőödön hadinaplója, amely segít az eligazodásban. A visszavonulás főiránya Kovás pataka volt. Egy jó darabon még házak szegélyezték a patakot, de a terep már jelentősen emelkedni kezdett. Ezzel kezdődött az emlékezetes éjszakai menet, amely igazából attól volt olyan borzalmas valamennyiünk számára, hogy a visszavonulók zöme már a teljes kimerülés határán volt, velem együtt. A fegyverek elhallgattak. A nagy csend még félelmetesebbé tette a siralmas menetet. Fájdalmas volt elhagyni a szeretett hegyeket, völgyeket, fenyőket, ezt az itteni szívünkhöz nőtt népet, a csángó magyarokat, Erdélyt. Szomorú katonák és csüggetten ballagó, terheket cipelő hegyi lovak kanyarogtak felfelé. A Kovás patak forrása után a nagy sötétségben épp hogy láttuk az előttünk haladó állatot vagy embert. Mindenki a másik után ment, fáradtan, kimerülten, álmosan. Igen meredeken haladtunk felfelé a Kondra kereszt háromszögelési ponthoz. És a Kondra kereszt megkorhadva, megrodgyanva, de ma is itt sejlik elő a kötfelhőből. Egy itt meggyilkolt pásztor emlékére állították. Azóta a Kelet-Magyarországi Speciális Mentőknek hála egy másik kereszt is került mellé. Szeretettel köszöntök mindenkit a 32-es határvadász emléktúra egyik csúcspontjánál. Az elesettekre az Egyesület alelnöke Pap István emlékezik. Két évvel ezelőtt a Kondra kereszttől néhány méterre általunk állított kereszthez, amelyik a keleti Kárpátokba elhunyt ősi halálhat katonáknak állít emléket, sajnos évszázadok, évezredekre visszamenőleg ezen a területen rengetegen meghaltak. Nagyon örülök, hogy most is nagyon szép számmal itt vagyunk, emberpróbáló úton felérkeztünk, veszteség nélkül mindenki felért, épségbe itt vagyunk, és kérem, hogy a túránk képviselői egy szallagot kössenek a
keresztre. Hiszek egy Istenben, hiszek egy hazában, hiszek egy isteni örök igazságban, hiszek Magyarország feltámadásában. Amen. A Kondra keresztnél találkozunk a gyimesi emléktúrák harmadik szervező csapatával, a Budakeszi Kultúra Alapítvány tagjaival, akik, mint a kuratórium tagja Herein Gyula mondja, évek óta szívükön viselik gyimes magyar emlékeinek felújítását. Miért tartja fontosnak, hogy minden évben eljöjjetek és megemlékezzetek? Elsősorban azért, hogy minél többen megismerjék ezt a részt, Erdélyt, és Erdélynek ezt a gyönyörű részét, a gyimeseket. Ez a terület véráztatta terület, és mikor mi 7-8 éve ezelőtt ide kerültünk, akkor a helyi plébános József atya és a helyi emberek is azt hallottuk tőlük, hogy hát nincs olyan emlékhelyük, ahol az elesetteknek valami kegyeleti helye lenne, és ahol meg lehetne róluk emlékezni, és akkor ez indította el azt, hogy az 1000 éves határon Kontomáci kápolna mellett kialakításra került helyiek kezdeményezésére, és a mi támogatásunkkal egy katonai emlékhely, és ezre mi nagyon büszkék vagyunk. Példaértékű munka az, amit végeztek, reméljük, hogy még lesznek követőitek. Köszönjük szépen, reméljük, biztosan. Hát úgy ez a 32-es határvadász túra is gyakorlatilag az őrház felújításból és az őrház avatóból indult ki, és azóta minden évben van valami program, amivel próbálunk előrukkolni. Az ord időjárás a háborús időkre emlékeztet. A csíki havasok kopasz fejű görnyed hátú öreg tanúja, a naskalat csúcsa is elbújt a felhők homályába. Mintha nem akarná, hogy ezen a zivataros évfordulón bárki is megzavarja. Mi is jobbnak látjuk elkerülni a főcsúcsot, és az erdőírtások alakította szelíd domborzatú gyephavason szaporázzuk tovább lépteinket. A kilátás nem túl kecsegtető, de a részteteje környékéről legalább látunk valamit a naskalat jellegzetes patakok szabdalta tájából. Ne feledjük, a visszavonulók annak idején az éjszakában még ennyit sem láthattak, s nem is nézelődni jártak erre. A végzet hozta ide őket, göröngyös úton, sötét éjjelen. Hallgatag volt a menet. Senkinek sem volt kedve, se ereje a beszélgetésre. Aztán már lejtett az utunk, talán a részteteje után, és innen kezdve az erdős területek kaszálókkal váltakoztak. Elmúlt már éjfél, mire az 1163 magassági pontra értünk. Innen sorozatos nyereg alakulatokon haladtunk tovább, mind lassabban és lassabban. Hidegség patakától megközelítőleg 20 kilométert tettünk meg a Kurta sarokig. Ez a körülményekhez képest a nehéz egyéni felszerelést, a gépfegyvereket, a leharcoltságot, kimerültséget beszámítva komoly teljesítménynek számított. Az erdőből kiérve először látjuk meg a Felcsíki medencét. Fölé hajolva a Hargita próbál kikandikálni a felhők mögül. Az eső alább hagy. Kihasználva az égi fegyvernyugvást, le is pihenünk egy nagyobb kaszálón, kicsit szerelvényt igazítani. Aztán nekirugaszkodunk az utolsó etapnak, és a sáros, ködös úton, a jelen és a múlt valóságának határán caplatva, mintha megint itt menetelne velünk hangtalanul a halálra ítélt zászlóalj. Ahogyan pirkadni kezdett, erős köt vette a tájat. De már látni lehetett, hogy ritkásabb erdőrészletbe kerültünk, ami világosodás után majd átláthatóvá is lesz. Nem sokára áthaladtunk az 1000 méteres szintvonalon. Az erdőkből kikerültünk, és ha nem lett volna még mindig majdnem esti sötétség az ivatar miatt, akkor már kellett volna látnunk a főútvonalat és a rajta vonuló három hadsereg gyúródását. Olyan lassú haladásunk, amilyen sötét a nappali világ lelkünk sötétségével együtt. Posztóruhánk, köpenyeink már teljesen átáztak. A víz nem csak alsó neműinkbe csortogált,
hanem a csizmáinkban, bakancsainkban is cuppogott minden lépésnél. Időnként a szembefújó szél arcomba vágta a zuhogó esőt. Csepegett arcom, orrom és mindenem. Így aztán hangulatom sem volt az a szilveszteri. Némán és elcsigázva vánszorgott a hosszú, kígyószerű vonulás lefelé. Reménytelenné vált minden. Minden. Már rég nem az vezérelt bennünket, hogy a hazát védjük, hanem inkább az, hogy nem akarunk bolsevizmust. Elég sokat láttunk és tapasztaltunk ahhoz, hogy azt az életet ne kívánjuk. S ha kell, a harcot is vállaljuk ellene. Egyszerre csak a zivatar falon át, mintha hangokat is hallottunk volna. De lehet, hogy ezek csak a mennydörgés utómorajai voltak. Pár perces vánszorgás után ott találtuk magunkat a főútvonal zsúfolt áradatában, melyben országos járművek, szekerek, gyalogos katonák, németek és magyarok vegyesen különféle felszerelésekkel és fegyverzettel vagy anélkül sodródtak egymás mellett, pánik hangulat nélkül, inkább egy szomorú, de igyekvő tömeg benyomását keltve. Csíkszentdomokoson aztán minden rendben zajlott, mivel a szállást csinálóink helybeli katonáim voltak. Az utóvédek nyomában tett emléktúránk Csíkszentdomokoson ér véget. Ázott menetoszlopunk a helyi fúvós zenekar kíséretében érkezik Márton Áron püspök szülőfalujába. A megemlékezésre eljött a gyimesi harcok egyik utolsó köztünk élő tanúja, Orbán Feri bácsi is. A község vezetője Ferenc Alajos a hősök véréből táplálkozó remény üzenetével köszönti a megfáradt túrázókat. És talán megtanítnak ezek a hegyek valamilyen formában, hogy ezek árnyékában valahogy jó itt élni és érdemes élni. Ezt ne felejtsük el, hogy mit jelentett ez a... A Honvédelmi Minisztérium háborús kegyeleti főosztályának vezetője Maruzs Roland is köszönetet mond azoknak, akik nem hagyják feledésbe merülni a világháború magyar honvédeinek emlékét. És azok a tettek, azok ne merüljenek a feledés homályába, amelyet a magyar katonák végrehajtottak. Így válik a megemlékezés ünneppé. Mert a háború és Erdély elveszett ugyan, de a nemzet tovább él a Székelyföldön, hisz őseink véréből mindig új hajtások sarjadnak. Olyanok, mint az Elevenek Néptánc csoport tagjai, akik parádés műsort kerekítenek. Hátra, mint az emlékezés után szóra bírni az utolsó utóvédet. Orbán Feri bácsival átsétálunk a szomszédos Csíkszent Tamásra, ahova a kitörők egy része leérkezett. Mielőtt felelevenítenénk a háborús eseményeket, a rendkedvéért azért ismerkedjünk meg egy szép felcsíki faluval. Szent Tamás régen Szent Domokossal egy egyházközség, s csak 1725-ben lett önállóvá. A két község között levő dombon feküdt közös templomuknak romjai most is ott állanak. A vidék festőiségét emelve, csonkatornyának csúcsíves ablakai mutatják, hogy gótízlésű régi egyház volt. A templomot várkastély is övezte, mely sokszor nyújtott biztos menhelyet a vidék szorongatott lakóinak. Az ostromokkal dacolt vétfalak, a Szent Zsolozsmákat visszhangzott egyház 1725-ben bontatott le, anyagjából épülvén Szent Tamásnak faluközti mostani temploma. A régi templom romjai által koronázott domb déli aljában
Kies völgy közepén van a Feneketlen tó. Ezen víztükör egyike legdúsabb és legszebb forrásainknak. E szép tavacskából a hővíznek nevezett patak foly ki. Oly hévmérsékletű, hogy télen sem fagy be soha. Vajon mit írna ma Orbán Balázs vidékről, ha látta volna, hogy a székelyek szentföldjén idegen katonák taposnak, és az ősi határ őrzőinek erre kell majd visszavonulniuk. Köztük Orbán Feri bácsinak, aki 19 évesen a gyimesi határ védelménél leventeként szolgált és részt vett a bilibók tető visszafoglalásában is. 1944. augusztus 23. áraviradó éjszaka történt a románok átállása az orosz csapathoz. Végeredményben elárultak bennünket, minket villámcsapásként ért ez a hír a gyimesi határnál. Szeptember 1-ére sikerült az oroszoknak betörni. Megszólaltak 10 órát a délelőtt a gépuskák a bilibóktetőn, és akkor eltűntek a miénkek a bilibóktetőről, a láthatáról, és utána kelet felül, ahonnan az oroszok támadtak, mint a hangyak, úgy mentek, vonultak be a magaslatra. Ellentámadást és visszafoglalni a magaslatot, el volt a parancs az edzetes úrnak. Összebízta velünk együtt egy olyan 20-25 főnyi kis rohamcsapat alakult. Magyar katona vagyok, itt még Magyarország volt, és próbálom azt tenni, helytállni, és azt tenni, amit egy magyar katonának tenni kell. Vadordítással hajra, és berohantunk azon a résen, és magunk előtt dobtuk a közigránatok, és így aztán sikerült a magaslatot visszafoglalni. És még 8 napig a bilibók tető ott Magyarországon. Az oroszok, hogy szabad utat kapta Dél-Erdély felé, ahogy én megkerülték a gyímesvölgyi erődrendszert, Csíki medencében már betörtek, Gyergyőn arra Gyergyői medencében is betörtek az oroszok, mi még oda lemoltunk. Akkor szeptember 8-án délután kapta meg az asztalra visszavonási parancsot, hogy vonuljunk vissza, mert nem akkor ott maradunk. Még volt egy hely, egy rész arra, ahol a 32-esek is kijöttek, és azon a részen kijutni ide Csíkszentmihályra, Csíkszentdemokus. Aztán ide gyülekeztek össze, akik a gyímesvölgyébe voltak a csapatok. Fogadjuk meg! Soha nem feledjük a hősöket, akik megcselekedték, amit megkövetelt a haza. És amikor erre hoz a sors a gyimesi hegyekbe, a természet csodálata mellett hajtsunk fejet a hősi halottak előtt. És hogy értünk hozott áldozatuk ne legyen hiába való, a magunk személyes frontján ma is cselekedjük meg, amit megkövetel a haza. Ha így teszünk, miénk lesz a diadal, és nem a hitetlenkedőké. Csak egy éjszakára Gyóni Géza verse. Csak egy éjszakára küldjétek el őket, a pártoskodókot, a vitézkedőköt, csak egy éjszakára. Akik fent hirdetik, hogy mi nem feledünk, mikor a halálgép muzsikál fölöttünk, mikor láthatatlan magjak élaködnek, s gyilkos ólomfecskék szanászét repködnek, csak egy éjszakára küldjétek el őket, a hitetleneket, az izérkedőket, csak egy éjszakára. Mikor a pokolnak égő torka tárul, vér csurog a földön, vér csurog a fáról, mikor a roncsátor nyöszörög a szélbe, s haló honvéd sóhajt, fiam, feleségem. Küldjétek el őket csak egy éjszakára, hogy emlékezzenek az anyjuk kínjára csak egy éjszakára. Hogy bújnának össze megrémülve, fázva, hogy meakulpázna, hogy tépni az ingét, hogy várni a mellét, hogy kiáltná bőgve, Krisztusom, mi kell még? Krisztusom, mi kell még? Véreim, mit adjak árjaért a vérnek, csak én megmaradjak? Hogy esküdne mind-mind, s hitetlen gőgében, akit sosem ismert, hogy hívna a Krisztust,
hogy hívna az Isten. Magyar vérem ellen soha, soha többet, csak egy éjszakára küldjétek el őket.